6. alkalommal szervezte meg a Fejér megyei kormányhivatal Dunaújvárosi járási hivatalának népegészségügyi osztálya a séta a merrák ellen elnevezésű akciót. Ezzel a kezdeményezéssel a szűrővizsgálatok fontosságára szerették volna felhívni a figyelmet. Bár a betegség kialakulása nem előzhető meg, viszont annak korai felismerése esetén ki lehet gyógyulni belőle. Dr. Sasvári Ildikó járási tisztifőorvos elmondta, sajnos még mindig nagyon rossz a mutató az emlőrák tekintetében, gyakori betegség a nők körében, általában 9-10 hölgy közül egyet érint. És a gyógyulásnak a kimenetele az nagyon függ attól, hogy mikor fedezik fel ezt a betegséget. A mammográfiai szűrővizsgálatok azok gyakorlatilag tünetmentes állapotban még a fél 1 cm nagyságú elváltozásokat ki tudják szűrni, és tovább lehet vizsgálni, és ha adott esetben esetleg jelentkezik is a betegség, akkor jóval nagyobb arányban gyógyítható, mint hogyha később fedezik fel. Dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi járási hivatal vezetője elmondta, annak ellenére, hogy jól diagnosztizálható és gyógyítható az emlőrák, mégis évente 2000-2300 hölgy hal meg ebben a betegségben. Az emlőrák szűrése szervezett módon történik a 45-65 év közötti hölgyek esetében, akik 2 évente meghívót kapnak ilyen ingyenes szűrővizsgálatra. Magyarországon a megjelenési arány a szűrővizsgálatok tekintetében bizony 50% körül van, Fejér megyében még 50%-ot sem éri el ez az arány. Szakértők egybe hangzó véleménye, kutatásai alapján ennek legalább 70%-ra kellene emelkednie. Mi próbálunk a magunk módján tenni azért, hogy ez a megjelenési arány növekedjen, akár azzal, hogy felkeltjük a hölgyek érdeklődését, az egészséges életmód, a megelőzés, a sport, testi-lelki egészség érdekében, vagy akár azzal, hogy a szűrővizsgálatra buzdítjuk a hölgyeket. Éppen ezt hivatott szolgálni a szombati rendezvény, amelyre még a mammográfiai szűrőkamion is megérkezett, és a szokásos helyszínen az egészségfejlesztési iroda előtt várta a hölgyeket a vizsgálatra. A kampány egyik jelképe egy rózsaszínű szallag. Ezt tűzték magukra mindazon résztvevők, akik eljöttek a szombat reggeli programra. A közösségi akció gyülekezője a Városháza téren volt. Fiatalok és idősebbek egyaránt eljöttek, sőt, idén is csatlakozott a programhoz az Acélbikák jégkorong csapata. A fiúk elkötelezettek az egészséges életmód népszerűsítéséért, különös tekintettel a Pink Október és November kampányokban. Októberben a nőknek, novemberben a férfiaknak szóló szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez is már több éves, valamikor az egész csapat bajszot növeszt, valamikor rózsaszín pászkát tekerünk az ütőnkre, az aljára, a tetejére. Volt olyan, hogy rózsaszín mezben léptünk pályára, ez mondjuk más csapatoknál volt divat. Tehát mindig próbálunk valami olyan különlegeset alkotni, amivel ugyanúgy fejlődjük a figyelmet. Ősze Kata a fővárosból érkezett a Dunaújvárosi programra, és amely figyelemfelhívó akción csak teheti, részt is vesz azért, hogy a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozza. Nagyon sok hölgy nem megy el a behívásra sem, még mindig csak 40%-uk megy, mondván, hogy nincs időm, hogy félek, hogy fáj, ez nem kifogás, mert ha már megvan a baj, tehát akkor már gond van. A merrák sajnos nem megelőzhető, de az önvizsgálattal időben ki lehet szűrni, és könnyebb a gyógyulási esély. És erre próbáljuk a figyelmet fölhívni, és hát ezért vagyunk itt is, meg ahol tudunk, október, meg nem csak októberbe menni és mondani, nem elégszer, és még mindig nem elég. Sajnos. A köszöntő után egy közös séta keretében a Dózsa-György úton át a járási hivatal székhelyéhez vonultak a résztvevők, ahol különféle szakmai előadásokat szerveztek az egészség témájában.